Incsiklandozó falatok a tányérom, ahogy kezdjem a történet végén. Hamarosan azt is megtudhatják a kedves nézők, hogyan jutottam el idáig. Szóval íme egy teljesen átlagos kifőzde itt egy utcasarkon, onnan, hogy majdnem minden utcasarkon megtalálható, lehet választani. Sőt, azonnal a lényegre térünk, lehet szeregetni az ételeket, csirke, tojás, hal, krumpli, rizs és különböző húsok. Van persze gyümölcs is, na meg sok-sok zöldség, mégis csak Brazíliában vagyunk. Szószokból, ízesítőkből sincsen hiány. Az már más kérdés, hogy az ide betévedő európai ember ezek közül mit ismer. Minden esetre érdemes fűszerezni. Válogatni szabad, sőt egyenesen kötelező. Minden, ami elfér a tányéron, jöhet. Ha pedig megvan a portéka, akkor irány a mérlegelés. Na nem az ökölvívó meccsen, hanem itt a pultnál. Kicsit olyan ez, mint a használt zsugavásár. Lemérik, számlázzák, és az ember fizet. És nem túl sokat kell fizetni. 1-2000 forintos áruból nagyon szépen be lehet vacsorázni. Hasonló a kínálat a hotelekben is. Ott azonban megkérik az árát, akár 5-10-szeres is lehet. A hal és a rizs, illetve a krumpli nagyon-nagyon finom volt, a csirke egy kicsit nyers, na de hát ahogy mondani szokták mifelénk, olcsó húsnak híga. Minden esetre megérte ide betérni, az ember jól lakottan távozik. Fényfölöp Gábor, Rio de Janeiro.